Az iskolák állami kézbekerülése után Moson-Magyaróváron 14 olyan intézmény maradt, amiről az önkormányzat gondoskodik. Ezek nagy része bölcsőde és óvoda, valamint egy-egy olyan közintézmény, mint a könyvtár vagy a múzeum. Ezeknek a rendben tartása, illetve a folyamatos fejlesztése is az önkormányzat feladata. Jelenleg 3 éves tervet dolgoztak ki, amely alatt korszerűsíthetik ezeket az épületeket. 300-100 millió forint összegben szeretnénk az intézményeket felújítani. Végigjártuk az összes intézményt, összegyűjtöttük a fennálló problémákat, a vezetők is hozzátették az igényeiket, és ennek alapján kidolgoztunk egy programtervet, aminek a kivitelezését rövidesen elkezdjük. Mérlegelve az igényeket, a legsürgősebbeket veszik előre. Legelső körben például az őzikés óvoda tető cseréje, hiszen az épület beázik. A Majoroki óvodában a fűtés korszerűsítés, mert az ottani fűtési rendszer már nagyon-nagyon gyengén muzsikál. Ezen túlmenően egyébként szépen lassan minden intézmény belülről most már felújítunk, mert azért látható volt, hogy kívülről már nagyon sok megújult, hőszigetelve lettek, nyilázárók lettek cserélve, a kerítések, udvarok nagyon sok helyen rendbe lettek téve, de a belső felújítások még nem mindenütt követték ezt a sorrendet. Az egyes munkák különböző mértékben befolyásolják majd az intézmények életét. Egyes feladatok elvégzése közben nyugodtan üzemelhetnek majd, másokhoz viszont szükség lesz az óvodák, bölcsödék bezárására, ám ezeket természetesen igyekeznek elsősorban a nyári leállás alatt elvégezni.